Parlamentbe látogattak a karcagi diákok, kazak-magyar kapcsolatok, nőtt a foglalkoztatottak száma térségünkben, elismerésben részesült Bedinszkiné Tóth Katalin. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 5-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Gimnázium 11. B osztályának 31 diákja Szabó Balázs Attiláné tanárnő és osztályfőnökük dr. Pintér Zoltán Árpád vezetésével jutalomkiránduláson voltak a parlamentben. A nap legkülönlegesebb élménye volt, hogy térségünk országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor, a Kunszövetség elnöke személyesen hívta meg a kirándulásra az osztályt, mivel a Kunszövetség által kért helytörténeti esszé pályázaton külön díjat kapott Demeter Maja, s a könyv mellé egy osztálykirándulás is volt a jutalom. Nem kis büszkeséggel tölt az el minket, hogy mind az általános iskola vonalán, mind pedig a gimnázium vonalán nagyon szép eredmények születtek, ugye például az esszé pályázatot az gimnáziumunk diákja, Demeter Maja, 11. B-osztályos diák nyerte. Ennek a pályázatnak volt egy utóélete, és ezt tudni kell, hogy ugye a Kunszövetség maga egyrészt nagyvonalú jutalmakkal díjazta a résztvevőket, másrészt pedig, hogy a közösségtudatot tágabb értelemben is minél többen átélhessük, ezért a pályázati győzelemhez társult az a lehetőség, hogy F. Kovács Sándor úr lehetővé tette számunkra egy diákcsoport Budapestre utazását, amely jelen esetben az én osztályom volt, hiszen az én osztályomban járt ugye a pályázó, így gyakorlatilag Demeter Maja győzelme azt jelentette, hogy 31 osztálytársával és kolléganőm, illetve magam kíséretében részt vettünk egy parlamenti jutalomlátogatáson, ahol egyébként F. Kovács Sándor úr nagyon kedvesen fogadott minket, és ugye idejét ránk áldozva körbevezetett minket a parlament lenyűgöző épületegyüttesén. Megnéztük a kupolacsarnokot, a Magyar Szent Koronát, láttunk egy őrségváltást, a főrendi házüléstermét is megnézhettük, és ugye ez elképesztő lenyűgöző élmény volt mindannyiunk számára, amelyért egyébként ezúton is hálásak vagyunk, és valahol motivál ez minket, hogy a jövőben is minél több versenyen kell indulni, a versenyek meghálálják önmagukat, a diákok, az eredmények, a megbecsültség miatt. Úgy gondolom, hogy ez a Kunszövetségi pályázat erre kiváló precedens nyújtott számunkra. A parlamentben a képviselő megmutatta az országgyűlés törvényalkotó munkáját, az épületet, az egykori főrendi ház reprezentatív üléstermét, a kupolacsarnokot és az ott őrzött Szent Koronát. Ez felejthetetlen élmény volt mindannyiuk számára. A parlament megtekintése közben F. Kovács Sándor képviselő a törvényhozói döntés hátteréről is beszélt a diákoknak. Korábban már beszámoltunk róla, hogy Karcagra látogatott a Kazak Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, első titkára és a tanácsadó. Most Varga Mihály pénzügyminiszterrel, térségünk volt országgyűlési képviselőjével beszélgettünk a két ország gazdasági kapcsolatairól. Varga Mihály pénzügyminiszter úrral beszélgettünk, hiszen ön is találkozott most itt Karcagon a nagykövet úrral, aki, mint hallottuk, az előbb Budapest után először Karcagra látogatott. Ön találkozott-e már korábban vele Pesten? Igen, már volt egy személyes találkozónk a nagykövet úrral. Azt kell mondanom, hogy egy olyan komoly diplomatát kapott most a magyar ügy Kazasztánba, akire régóta várunk. Nagykövet úr számos fontos pozíciót töltött be ideérkezése előtt, és azt gondolom, hogy ez egyfajta elismerése annak, hogy ha Magyarország nem is olyan fontos esetleg, mint az Egyesült Államok, de legalább olyan fontos embert érdemes oda küldeni. Úgyhogy nagyon szimpatikus ember, nagyon bízom benne, hogy föl tudjuk gyorsítani és meg tudjuk lendíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek egy kicsit leültek. Mint gazdasági kérdésekkel foglalkozó ember nyilván azt várom tőle is, hogy a magyar és a kazak vállalkozások közötti együttműködés az érénküljön. Volt időszak, amikor 600 millió dollár volt évente a magyar-kazak külkereskedelmi forgalom. Most ez alatt vagyunk, hát tűzzük ki magunknak célul, hogy ezt néhány éven belül érjük el. Ebben gondolom, hogy azért a gazdasági kapcsolatokban a közvetlen repülőjárat is segíteni fog majd. 2017. június óta közvetlen járat van Budapest és Nur-Szultán között. Ez nagyon fontos, mert lényegében 4,5-5 óra alatt ott lehet lenni a másik fővárosba. Tehát nagyon élénk lett a kapcsolat, és a Wizz Air, a információm szerint nem is gondolkozik azon, hogy megszünteti a járatot.
ellentétben más járatokkal, mert ez a járat ki van használva. Tehát rákaptak az emberek, nagyon sok olyan internetes jegyzés, bejegyzést látok, akik turistaként egy hosszú hétvégére csütörtöktől vasárnapig kimentek Nur-Szultánba, egy kicsit Kazasztánba szétnézni. Onnan már nem olyan messze van Almati, egy másik nagyon szép városa Kazasztánnak, és hát hallok már egy-két pecásról, meg vadásztról is, aki a Kaszpi-tenger mellé zarándokolt el, úgyhogy ezek a turisztikai folyamatok beindultak, és hát mellékesen azért üzletemberek is felülnek néha ezekre a járatokra, és megpróbálnak üzletelést csinálni. Tiszteletbeli konzulátus Karcagon van, fog-e profitálni most az új nagykövet, hiszen említette, hogy egy nagyon pozitív háttérrel érkezett ide, fog-e városunk ebből esetleg profitálni? Hát nagykövet úr december közepén adta át a megbízó levelét a köztársaságának, és már itt van Karcagon, tehát én azt gondolom, hogy ő ezt fontosnak érzi. Ő sem ma kezdte a szakmát, nyilván utána nézett annak, hogy az elmúlt több mint 20 évben a magyar-kazak kapcsolatokban milyen szerepet töltött be Karcag, hogy innen milyen városvezetők kerültek ki, vagy a régióból milyen parlamenti képviselők kerültek be a parlamentbe, és ezek mennyire tudták előre mozdítani a kazak ügyet, úgyhogy szerintem ő is fontosnak érzi ezt, ezért is jött el ma erre a egész napos kirándulásra. Nagyon bízunk benne, hogy olyan élményekkel megy haza, amelyik egy kicsit majd mindig vissza fogja ide őt húzni. Nekünk a ünnep egy különleges nap, amit már tartottunk, neki meg a birkapörkölt lesz, hiszen itt elárulta nekünk, hogy még először most fogja megkóstolni a hungarikum karcagi birkapörköltet. Hát mi is, hogy mondjam, izgatottan várjuk, hogy mit fog majd szólni hozzá. A kazakok egy kicsit másképp csinálják azért a birkát, a besparmakot, tehát neki ez nyilván egy új íz lesz, de hát szerintem itt az ideje, hogy elkezdje, tehát nagyon sok olyan embert ismerek, aki életébe itt először kóstolta meg Karcagon a jó birkapörköltet, és aztán egy életen keresztül szívesen fogyasztotta. A tavaly október-decemberi 3 hónapos időszakban, azaz a negyedik negyedévben a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.520.000 volt, 38.000-rel több, mint egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 70%-ra emelkedett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal a Karcag Televíziónak. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 52.000-rel, a külföldi telephelyen dolgozóké 9.500-rel nőtt. A magukat közfoglalkoztatottaknak valló száma 24.000-rel csökkent. A foglalkoztatottak számának 38.000-es növekedéséből, 12.000 a munkanélküliek számának csökkenéséből, 26.000 pedig a munkaerőpiacon frissen megjelent korábbi inaktív népességből ered. A 15-74 évesek körében az aktivitási ráta, a munkaerőpiacon jelenlévő foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes aránya 0,4% ponttal 63%-osra emelkedett. A 15-64 éves korosztályban 50.000-rel közel 2 millióra csökkent a gazdaságilag inaktív népesség, amiből alig 9.000 növelte a munkaerőpiacon jelenlévők számát. 41.000-rel pedig a korosztály lélek száma csökkent. A 15-24 éves fiatalok korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 17.000-rel, a foglalkoztatási ráta 1,3% ponttal 28,5%-ra csökkent. A legjobb munkavállalás korút 25-54 évesek foglalkoztatottak száma 40.000-rel, a foglalkoztatási rátájuk 0,5% ponttal 84%-ra nőtt. Az 55-64 éves idősebb korosztályban a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott. 700.000 fő volt a foglalkoztatási ráta, 2,1% ponttal 57%-ra emelkedett. A 15-64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 24.000-rel, a foglalkoztatási rátájuk 1% ponttal 77%-ra nőtt. A 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája demográfiai okokból nőtt. 0,5% ponttal 63%-ra nőtt, annak ellenére, hogy a foglalkoztatotti létszám 3.000-rel csökken. A 20-64 éves korcsoportban, amelyre az Európai Unió 2020-ra 75%-os foglalkoztatási célértéket tűzött ki, a foglalkoztatási ráta 0,9% ponttal 75%-ra emelkedett Magyarországon.
A korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 83, a nőknél 67% volt a tavalyi negyedik negyedévben. A 2019-es év egészét tekintve a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.512.000 volt, ami 43.000-rel haladta meg az előző évit. A foglalkoztatási ráta 15-64 évesek körében 70%-os volt, 0,9% ponttal magasabb az előző évinél. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 68.000-rel, a külföldi telephelyen munkát vállalóké 11.000-rel volt magasabb, mint az előző évben, míg a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma 37.000-rel csökkent. A 15-64 éves férfiak foglalkoztatási rátája 1% ponttal 77%-ra, a nőké 0,7% ponttal 63%-ra emelkedett. A fiatalok foglalkoztatási aránya 0,5% ponttal 25%-ra csökkent. A legjobb munkavállalási korú 25-54 éveseké 0,4% ponttal 84%-ra. Az 55-64 éves munkavállalóké pedig 2,3% ponttal 56,7%-ra emelkedett. A 20-64 évesek foglalkoztatási rátája 0,9% ponttal 75%-ra nőtt. A Karcagváros Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munkaelismeréseként adományozta Dedinszkiné Tóth Katalin, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusa részére. Pedagógusként a biológiai tantár tanulása során korszerű módszerekkel támogatta tanulói információ elsajátítását, tehetséggondozását, városi, megyei és országos versenyeken való szereplését. Népi táncok oktatásával színvonalas előadások résztvevőivé tette tanítványait, ahol a hagyományápolás a kultúrák befogadása iránti érzékfejlesztésével segítette a nyitottság kialakulását. A Marista iskola karcagvárosi és országos szinten is több városban évekig nagy sikerrel előadott Passió színdarabjának felkészítő munkája révén bizonyította a kultúra iránti elhivatottságát, tehetségét. Tevékenyen támogatta tanulói olvasóvá nevelését, osztálykönyvtárak kialakítását. 18 éven át volt a Zádor, majd a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatóhelyettese. Vezetői tevékenységének végzése során lelkiismeretesen törekedett az intézményre bízott tanulók szociális és kulturális hátrányainak enyhítésére. Magas színvonalú munkája elismerésre méltó. Terinszkiné Tóth Katalinnal beszélgetünk, a Szent Pál Marista iskola pedagógusával, aki Karcagváros kultúrájáért díjat kapott. Szeretnék ehhez először is gratulálni. Köszönöm szépen. Mit jelent ön számára a kultúra, hiszen azért pedagógusként sok más dolgot is, de magánemberként mit jelent ön számára? Érdekes, hogy mikor a kérdést meghallottam, akkor nem magánemberként gondoltam a kultúrára, hanem sokkal inkább a kultúra átadására gondoltam, illetve ez jutott legelőször eszembe. Akkor vegyük ketté, akkor ahogy először eszébe jutott. Hát azt gondolom, hogy a kultúra átadása az nem tipikusan az oktatást jelenti, hanem emellett sok minden mást jelenti, azt a fajta beszédstílust, azt a beszédkultúrát, az ünnepekre való felkészülést, minden mást is jelent, ami nem csak tanóra, tehát tanórán kívüli tevékenységekben is nagy mértékben és nagyon hangsúlyosan megnyilvánul ez. És akkor magánemberként, hogyha hallja ezt a szót, hogy kultúra, akkor mire gondol, egy jó könyvre, egy jó zenére? Egy jó könyvre. Ez az első, ami eszembe jut, igen. Van kedvenc szerzője könyve? Mindenevő vagyok, ezt úgy mondanám. Lelkes könyvtár látogató vagyok, nagyon szeretek olvasni, gyakorlatilag folyamatosan olvasok, és azóta, mióta az eszemet tudom, ez így van. És mondjuk az unoka, ő esetleg hallotta már mesét olvasni mamától? Hogyne, kettő is van, két unokám is van, verseket, meséket nagyon gyakran, de a szüleik is, tehát a fiam, lányom szintén. Én gratulálok még egyszer ez az elismeréshez, és hát akkor én azt kívánom, hogy ha a kultúra szót hallja, akkor magánemberként is, meg pedagógusként is komplexen értelmezze, és adja tovább az öntudását, ami van a diákjainak. Köszönöm szépen, és nekem megtiszteltetés ez a díj. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!